éhségsztrájk, aláírásgyűjtés, élő lánc emlékeznek a Demokratikus Koalíció akcióira, és hát az Alkotmánybíróság döntésére is, amely pénteken született meg. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Én már olvastam olyan címadásokat, nem ön mondta, maximum az ön szájába adták, vagy úgy lehetett olvasni, hogy hát a Demokratikus Koalíció győzött, mert hogy így döntött az Alkotmánybíróság. Ezt azért gondolom ön sem állítja. Tehát az Alkotmánybíróság döntött. Az igaz, hogy politikusként és politikai párként a DK sokat tett, vagy az ellenzéki pártok között a legtöbbet tiltakozott a regisztráció miatt. Nézem, a ezerszer megsértett magyar alkotmányosságnak egy picike darabkája győzött, nyilván. Ettől persze a magyar jogállam nagyobbik része romokban hever. A harmadik köztársaságot feldúlták. Én nyugodtan mondhatom szerénytelenül, meg azok, akik az első perctől a leghangosabban talán küzdöttek azért, hogy vegye észre a magyar választók sokasága, hogy ez egy disznóság, hogy ez ellenkezésért kiállt, és akik mi ezt csináltuk, hát persze, hogy arra azért mégiscsak valamennyire büszkék vagyunk, hogy igen, küzdöttünk, és a végén a küzdelemnek, ha nem is azért, mert hogy meghátráltak, amiatt, mert mi ott éhségsztrájkoltunk, és tüntettünk, és élőláncot szerveztünk, de hogy tudatosult a magyarokban, hogy ez egy probléma, és hogy sokan örülnek végül az Alkotmánybíróság döntésében, hát ehhez volt közünk, és ez jó, hogy így van. Kíváncsi vagyok a véleményére. Én pénteken vívtam itt egy szócsatát Rogán Antallal azzal kapcsolatban, hogy ők egy héttel korábban, amikor az Alkotmánybíróság még az átmeneti rendelkezéseket ből emelte ki ezt, és semmisítette meg, mármint a választási regisztrációt, akkor Szájer Józseffel együtt miért mondták azt, hogy hát ez csak egy technikai módosítás, akkor beemeljük az alkotmányba. Rogán Antall azt mondta, hogy ők ilyet nem mondtak. Biztos, hogy ilyen, tehát optikai csalódás volt ez sokunk számára. De hogy tehát, hogy akkor még azt gondolta a Fidesz, hogy tovább viszi, majd pár nap múlva, amikor ismét döntött az Alkotmánybíróság, akkor pedig visszavonulott, fújt. Ez ennyire veszélyes lett volna ez a regisztráció a Fideszre nézve, és mit gondol? Én régóta azt gondolom, hogy a Fidesz a legtöbb ügyet azt szerint ítéli meg, hogy neki ez kedvező vagy kedvezőtlen. Hát politikusok alkotják ezt a pártot is. De én is politikus vagyok, és engedje meg, hogy időnként azt gondoljam, hogy képesek vagyunk azt is mérlegelni, hogy mi jó az országnak, meg hogy miben hiszünk. Tehát ez is egy nagyon fontos mérce. A Fidesznél ezek a mércék általában ritkán használatosak. Ebben az ügyben azt hiszem, hogy pár nap alatt úgy kalkuláltak, hogy miután hosszú-hosszú vita után sem sikerült megszerezni a választók többségének a bizalmát, vagy támogatását a regisztrációhoz, és fennmaradhat a választás előtti utolsó évben egy nagyon súlyos vád, hogy jogi manipulációval szerzi, vagy akarja megszerezni a Fidesz a hatalmat. Az volt a végső kalkuláció, gondolom én, tanácsadók sokasságnak meghallgatásával, hogy többet lehet veszíteni a réven, mint nyerni a vámon. Hagyjuk a csodába, végül is van egy ezer más mód, ahogyan lehet segíteni a kormány hatalma maradását. Nem hiszem, hogy ennél bonyolultabb megfontolások voltak. Akkor nézzük a másik oldalt, az ellenzék oldalát. Talán abban most autentikusabb az, amit mond, mint hogy mit gondolt a kormány. Már én kérdeztem, hogy mi a véleménye, hogy hogyan alakulhatott ez. Szóval, hogy hogyha volt haszna az ellenzéki pártokra nézve, akkor már mindezünk egész regisztrációs történetnek, amíg élt, az, hogy kicsit felrázta az ellenzéki pártokat, nem? De igen. És összerázta. Uh-huh. Igen, igen, de hát hogyan maradjak méltányos önmagunkhoz is, meg az ellenfeleinkhez is. Amennyire látom a kormányzás mai állapotát, ami rég nem látottan rossz kondíciókat mutat, ez a kormányzás az előttünk álló évben ezernyi apropót fog majd még szolgáltatni arra, hogy az ellenzék komolyan vegye a dolgát, azaz, hogy egy összefogással a végén 2014-ben leváltsa Orbán Viktort. Nem hiszem, hogy ez volt a legutolsó olyan rémtett ennek a kormánynak, ami figyelmezteti az ellenzéket a dolgára. Sok lesz még ilyen. Idézőjelben mondhatom, hogy bízhatunk mi Orbán Viktorban. Megszűnt a miniszterelnök úr realitás érzéke javarészt, és hát azt gondolom, hogy továbbra is havonta hibát hibára, botrány botrányra fognak halmozni. Tehát ebben az ellenzéki együttműködésben és összefogásban az már napról napra biztosabb, hogy az LMP nem vesz részt. Mennyire oldhatják ki így egymás
erőit, vagy erőviszonyait mennyire csorbíthatják, hogyha még sincs teljes összefogás az ellenzéki pártok között? Nézd, két lehetőség van. Vagy az LMP mai szavazóinak jelentős része meg fogja büntetni az LMP-t ezért a magatartásáért, és ezért, ha az LMP külön el akar indulni, kvázi önálló ellenzéki pólus képzőként, hogy ezt fogalmazzák, nem lesz egyszerűen szavazója. És akkor a helyzet megoldja önmagát. Az LMP eltűnik ebben a verzióban. A másik verzióban kitart elég sok szavazó a schifferi LMP politika mellett. Ennek valóban lehet az a következménye, hogy az a 4-5-6% hiányzik majd nagyon sok helyen, hogy a demokratikus ellenzék jelöltje verje meg egyéniben a Fidesz vagy a jobboldal jelöltjét, akkor bizony ez egy, hát nem akarok nagy szavakat használni, de a politikainál több, a történelminél talán kevesebb, de őrületes károkozás az, amit az LMP-el fog követni. Én nagyon remélem, hogy végül nem kell nagy árat fizetni az ország politikai közösségének, demokratikus politikai közösségének az LMP különutas politikája miatt. Holnap is lesz egy fordulója ennek az ellenzéki egyeztetésnek, méghozzá a gazdaság területeit érintő kérdéseket kezdik el innentől kezdve egyeztetni. Az Együtt 2014 választói mozgalom azt már előre jelezte, hogy itt ezen a ponton őt még nem kapcsolódnak be. Most akkor ez hogy van? Tehát, hogy az ellenzéki összefogás egy része már a gazdaságot oldja meg, a másik része az még mindig a közjogi kérdéseket akarja tisztázni. Tehát, hogy így, ez így rendben van, vagy pedig egy kicsit így bomlasztja a rendet? Ugye barátokról jót vagy semmit. És hát tekintsünk barátként mindenképp az Együtt 2014-re. Hogyha méltányos akarok hozzájuk lenni, akkor azt mondom, hogy ki lehet abból indulni, hogy végül is egyetlen egy dolog köt bennünket egészen biztosan össze, a köztársaság helyreállításának igénye. Abban biztosan meg kell egyezni, ahhoz lehetőség szerint kétharmadot kell szerezni, és ez lehet egy elfogadható elvi álláspont. Aztán lehet egy taktikai megfontolás, az a B válaszom, de őszinte vagyok, hogy nem tudom, melyik vezeti mondjuk Bajnai Gordont vagy Szigetvári Viktort. Versenyt futnak az MSZP-vel elsősorban, hogy ki, melyikük az ellenzéki összefogásnak a fő vezér alakja, ki diktálja ezt a mérkőzést, ki formálja meg ezt. És amilyen jól indult az Együtt 2014, nehéz helyzetbe hozva ezzel az MSZP-t, az elmúlt hónapokban úgy tűnik, hogy elveszítette a lendületnek egy részét, és mondjuk úgy, hogy ma ebben a szocik azok aktívabbnak tűnnek. Ügyesek. Az egyeztetésben. Az egyeztetésben. Ügyesek. Kár lenne ezt elvitatni tőlük. Most ott a probléma nyilván ilyen típusú, hogy a politikai megfontolásokat tárgyaló megbeszélések sokaságán én végigültem. El tudom képzelni, hogy ülnek ott egy rakáson, és mi a csodát kell ezzel csinálni. Hát föl nem tehetjük a kezünket, hogy akkor mégsem mi vagyunk az összefogás kovácsai. Hogyan kell együtt is működni, meg mutatni a különállásunkat. Azaz egy ilyen esetben ez egy ilyen taktikai eszköz, a veled is vagyok, de mégsem annyira érzékeltetésére, a különállást megmutatására. Ha így van, nézd, ez a politikában nem nagy kritika. De most én nem ezt tanácsolnám egyébként, azt hiszem, senkinek sem. Ennél egy fontosabb ügy. És valóban előbb-utóbb kormányozni kell Orbán után is, úgyhogy a gazdaságpolitika az kulcskérdés. Viszont időt is nyertek a regisztráció eltörlésével, tehát nem kell ez év szeptemberétől már valakinek a nevében kampányolni. Tehát nem lehet úgy kezdeni egy kampányt, ez október 23-a este óta mondom, hogy emberek, menjenek regisztrálni, mert a végén szavazzanak, és akkor itt nincs vége a mondatnak. Igen, menjenek regisztrálni, hogy a végén szavazhassanak egyáltalán, persze, azt kellett volna mondani. Politikusként én azt mondom, hogy van egyébként időnk, de ezt a választók nekünk már nem nagyon fogadják el, mindig azt mondják, hogy tessék összeállni, ők türelmetlenek, ők látni akarják. Ez az egy év már nem olyan hosszú idő, szerintem együttműködés. Köszönöm szépen, tartsanak tehát még egyszer mondom továbbra is velünk, holnap este pedig ismét várom Önöket 19:25-től, addig is viszontlátásra.